Néma főhajtással koszorúzták meg a város képviselői, valamint az egészségügyi intézmények és szervezetek dolgozói az anyák megmentőinek emléktábláját, aki Hajdan a székesfehérvári ciszterci gimnázium tanulója volt. Az Oskola utcában Székely János Jenő alkotásánál, Semmelweis Ignác Dombor művénél vette kezdetét a város Semmelweis nap ünnepsége. Semmelweis Ignác a gyermekágyiláz okának és gyógymódjának feltalálója. Ő volt az első, aki a gyermekágyilázat nem önálló kórképként, hanem fertőzés következményének tekintette. Minden év július 1-e, vagyis Semmelweis Ignác születésnapja, a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Semmelweis Ignácnak a munkássága az mindenki számára egy iránymutatás, egy minta, és mindennapi munkánkban Semmelweis Ignácnak a munkásságát meg kell tartani, hiszen tudjuk, hogy először kétkedve fogadták, ma már bebizonyosodott, hogy az ő tette az egy világméretű, és mindennapi munkákkal a nozokomiás infekciónak az elkerülésére nagyon sokat kell mindennapi tevékenységünk során tenni. Hogyan lehet ezt a pozitívumot, ezt a pozitív gondolkodást megtartani, hiszen rengeteg munka hárul önökre, és sajnos ki kell mondanunk, hogy egyre kevesebben vannak. Hát Semmelweis Ignácnak a munkássága, jó magam, hogy szülésznőként kezdtem, azért egy nagyon fontos üzenet, és még örömmel mondhatom, hogy a Férményi Szentgyörgy Kórház a létszámában, a humán erőforrás gazdálkodásában az országhoz képest jól áll. Nagyon odafigyelünk a dolgozóknak a megtartására, új dolgozóknak a fogadására, képzésére, elismerésére. Ezek nagyon-nagyon fontosak. Én azt gondolom, a Szentgyörgy Kórháznak a közössége is meghatározó, de már nálunk is jelentkeznek azok az országos tendenciák. A pótlás az hiányzik, az új, az iskolába kikerülő fiataloknak a hiányát azt mi is érezzük. De remélem, hogy az egészségügyi szakgimnáziumok bevezetése, hiszen kormányzati szinten ezzel a témakörrel nagyon sokat foglalkoznak, hogy az új szakgimnáziumokkal 3 év múlva az első fecskék kikerülnek, és megoldódni látszik majd a probléma, és természetesen a bérezés. Erre is indult az elmúlt évben egy 26,5%-os bérfejlesztés, idénre egy 12%-os bérfejlesztés van ígérve, ami egy tendenciának kell, hogy legyen. Hogyha ezeket az első fecskéket kellene egy kicsit motiválni, akkor mivel tudná a tapasztalataiból merítve? Én azt gondolom, nagyon fontos a hivatástudat. Az, hogy ezt a pályát szolgálatnak tegyék, de ez mellett ugye a megélhetés, tehát a társadalmi, anyagi megbecsülés, ez nagyon fontos, és egy jó közösség. Egy jó közösség, a betegember szeretete, a betegembernek az ellátása, ez kell, hogy a mottónk legyen. A magyar egészségügy legnagyobb ünnepén az egészségügyben dolgozó kitartását, munkabírását, elhivatottságát méltatjuk, de nyíltan kell beszélni a kórházak alulfinanszírozottságáról is. A sajtóban ma robbant a hír, mely szerint a Szegedi Szent Györgyi Albert Klinikai Központ szeptemberig bezárja egyik osztályát szakemberhiány miatt. A Fejér megyei kórháznak valamivel több mint 2500 dolgozója van. Ez a létszám ugyan növekedhetne, de ellátási problémákkal nem küzd az intézmény, mondja a főigazgató. Olyan problémával, hogy egy osztályunkat be kellene zárni, és a gyógyításból hátra kellene lépni, ilyen problémával nem küzdünk. Az tagadhatatlan, de én azt gondolom, hogy minden intézmény életében, függetlenül attól, hogy ez egy gyógyító intézmény, tehát az egészségügyről van szó, vagy az élet más területéről, biztosan vannak olyan pillanatok, amikor humán erőforrás problémákat kell megoldani. Természetesen ilyen a mi életünkben is van, de az ellátást veszélyeztető problémánk nincs. Egy-egy befektetési célpont eldöntése esetén meghatározó jelentőségű lehet az egészségügy. Ennek kapcsán Cserpalkovics András polgármester kiemelte, hogy Székesfehérváron sok szakember dolgozik azért, hogy olyan környezetet tudjon teremteni, hogy a város és a megye is a legjobbak között legyen országos viszonylatban. Nem kizárólag, sőt nem is elsősorban arra volt, vagy arra kíváncsiak, hogy mondjuk a menedzsmentnek adott esetben annak külföldi tagjainak milyen egészségügyi ellátási rendszert lehet a nagyvárosokban biztosítani, hanem hogy a munkavállalói körnek
milyen egészségügyi szolgáltatásokat biztosít maga az ország, és azon belül az a település, vagy azon településen lévő egészségügyi rendszer, infrastruktúra, intézmények, ahova egyébként erre a befektetésre célzottan ők számítanak. Ami jól mutatta azt a kérdést, hogy az, aminek egy fontos napján, ünnepnapján vagyunk itt, az bizony egy önmagában csak az egészségügyhöz képest, az sem lenne kevés, de társadalmi életét tekintve jóval nagyobb kérdésköréről beszélünk és beszélhetünk. És természetesen sok eleme van ennek a kérdéskörnek, és én nem tartozom azok közé, akik azt gondolják, hogy mindenhez értenek. Magyarországon ugye ez divat, hogy mindenki mindenhez ért, leginkább jobban, mint az ahhoz területhez tartozó szakemberek. Nem voltam, és most sem vagyok egészségügyi szakember, de szerencsére ebben a városban sok számos és nagyon felkészült egészségügyhöz értő szakember dolgozik, és dolgozik annak érdekében, hogy ebben a vonatkozásban is Székesfehérvár egy olyan környezetet tudjon teremteni, ami akár a város, akár a megye kitekintésében is, országos összehasonlításban is a legjobbak között tart bennünket. És úgy gondolom, hogy az az intézményrendszer és intézményhálózat, aminek jeles képviselői most itt találhatók ennek az ünnepségnek a keretében, azok szerencsére biztosítják ezt a hátteret szakmaiságukkal és elhivatottságukkal, azon, hogy mind a kettő fontos hangsúlyt érdemes szerepeltetni és aláhúzni. És itt kétféle kérdéskört biztos, hogy érdemes áttekinteni. Az infrastruktúra tekintetében úgy gondolom, hogy komoly döntések születtek, vagy folyamatok zajlanak. Hiszen a Szent György Egyetemi Oktatókórházra nézve megvalósul az a belgyógyászati tömb, aminek most már a tervezése folyamatban van, hamarosan elkezdődik ennek az engedélyeztetése. Az elszükséges, mintegy 7 milliárd forint a modellvárosok program keretében biztosított, és ne felejtsük el, hogy több száz parkoló létrehozását is egyébként biztosítja a kórház területét, illetve annak közvetlen közelében. Ez egy nagyon fontos fejlesztés, nyilván az eszközökkel együtt értendő ez a fejlesztés. És nagyon fontos döntést hoztunk egyébként egyhangulag a város közgyűlésében, amikor azt a döntést hoztuk meg, hogy valamennyi városhoz tartozó rendelőintézetet ennek minden egyes elemével együtt 2021-ig, amelyik eddig nem kapott ilyen felújítási forrás, vagy Európai Uniós forrásból, vagy hogyha az nem áll rendelkezésre, akkor saját önkormányzati forrásból teljes egészében fel fogunk újítani a következő esztendőkben. Ütemezetten ehhez a pénzügyi forrás a város most biztosította, tehát pénzügyi akadálya ennek a munkának egyik rendelőintézet esetében sem lesz a következő években. Ez természetesen nagyon fontos, és nyilván az előrelépéshez mindenképpen szükséges is. De valljuk be őszintén, hogy önmagában semmire sem elegendő. Ha nincs benne az a humán erőforrás, az a szakember, legyen az ápoló, legyen az orvos, legyen az egyébként védőnő és sorolhatnánk, aki beleviszi a szaktudását, és legalább ennyire fontos az emberségét abba a hivatásba, amit önök ennek a széles területnek keretében vagyunk valamelyik ellen vonatkozásában fölvállaltak, akár esküjükkel, akár tanulmányaikkal, akár pedig munkásságukkal és életükkel. Hát alapvetően, ha van terület, ahol az ember a legfontosabb, akkor talán az egészségügy ezen területek közé sorolható, méghozzá leginkább ide sorolható. Ezért fontos az, hogy legyen az évben olyan alkalom, amikor megállunk egy pillanatra, a nagy rohanás közepette, és miközben persze voltak, vannak és lesznek is gondjaink, amiket meg kell oldani, de igenis megállva köszönetet mondunk, és van alkalmunk köszönetet mondani önöknek azért az elvégzett munkáért, amit ezért a városért, ezért a megyéért, az itt élőkért, itt dolgozókért, kisebbekért és nagyobbakért egyaránt elvégeznek nap mint nap, nem csak egy ilyen ünnepnapon, hanem azokon a bizonyos szürke hétköznapokon is. Az ünnepségen a város polgármestere átadta a Székesfehérvár egészségügyért díjat, melyet idén Tornai Ágnes gyermekgyógyász szakorvosnak ítélt oda a közgyűlés. Tornai Ágnes az Orvostudományi Egyetem elvégzése után került a Fejér megyei kórházba, ahol eleinte mint segédorvos dolgozott, majd szakképesítése megszerzése után szakorvosi munkakört töltött be. Dolgozott a csecsemő és gyermekosztályon, majd az újszülött osztályon. A Székesfehérvári Iskola Egészségügyi Szolgálatnak aktív és egyben fáradhatatlan vezető főorvosa. Megmondom őszintén, hogy meglepett engem. 63-ban végeztem, ez azt jelenti, hogy már több mint 50 éve dolgozom ugye az egészségügyben,
és ahol most vagyok, az egy szerény része mondjuk az egészségügynek, az ifjúság orvoslás, de szerintem fontos, mert a középiskolás korosztály az ezzel a, hogy úgy mondjam, működési rendszerben lehet úgy utolérni, hogy meg tudjuk őket vizsgálni alaposan és rendszeresen évről évre, mert ezek a tinédzserek, fiatalok azt hiszik, hogy egészségesek, és orvoshoz különben nem nagyon mennének. Úgyhogy így a szűrővizsgálatok alkalmával rendszeresen találkozunk velük, és amit még egy kicsit talán pluszt adunk ebbe bele, hogy nem szorítkozunk csak a orvosi vizsgálatra, hanem mindig el is beszélgetünk egy kicsit a gyerekekkel. A tanulmányaiktól kezdve a családi körülmények, bejárós, nem jár bejárós, kollégista, szóval egy kicsit a magánéleti dolgaikba is úgy próbálunk belefolyni. Én kis koromtól kezdve nagyon szeretem a nálamnál kisebb gyerekeket mindig, és fantasztikus, hogy milyenek a gyerekek a gyógyulásban, a betegségek elviselésében. Sokkal nagyobb tűrőképességet képviselnek, mint a felnőttek. Ez saját tapasztalatom, rokonságon belül is tudom mondani, de a kórházi tapasztalatom alapján is, igen. Miért választott ezt a szakmát? Éppen ezért, mert nagyon szeretem a gyerekeket, most is nagyon szeretem. Utcán is megcsodálok egy szép kis gyereket, szólok neki, és a gyerekek mindig visszajeleznek, ők soha nem hálátlanok a szeretetért. Az elmúlt 5 évtizedben mennyit változott, és hogyan változott a szakma? A szakma rengeteget. Hát itt most beszélgettünk a régi kollégákkal, akikkel még nagyjából együtt kezdtük. Hát óriási, tehát hogy az már követhetetlen azok számára, akik nincsenek ebben a nagy sodrásban benne, de a diagnosztika, a terápia, minden rengeteget változott. Itt még a prevenciónak lenne nagy jelentősége. Itt azért Fehérváron ezt úgy látom, igyekszenek a szűrővizsgálatokkal megvalósítani, és reméljük ennek is meg lesz az eredménye. A rendezvényen a város polgármestere, a Humán Szolgáltató Intézet igazgatója, valamint Székesfehérvár egészségügyi és sporttanácsnoka köszöntötte. A Humán Szolgáltató Intézetnél több évtizeden át kimagasló és önzetlen munkát végző szakembereket is.